Hi, my name is Arturo Lupoli, and please watch NSO TV. Jól kezdtük szerintem a találkozót. Meg is ezért látszott hiszen a játékon, mert letámadtuk az Újpestet, ott voltunk fent rajtuk. Sok szögletet és szabadrugást alakítottunk ki, abból tudtunk szerezni egy gólt. Egy elkerülő találatot kaptunk a félidő előtt. Aztán szerencsére sikerült a másik félidőben kettőt rúgnunk. Utána kicsit visszaálltunk, az is lehet az oka, hogy kaptuk ezt a második gólt. De szerencsére az egész mérkőzésnek örülök, hiszen tudtunk nyerni az első mérkőzés, ez egy rangadó volt. Az nagyon bosszantó, hogy mindig jól játszunk, tudunk rúgni két-három gólt, de sajnos 3-4 kaptunk azért, és nagyon bosszantó, és remélem, hogy végre valamikor lesz stabil a védekezésünk, és nem kapunk ennyi gólt. Minden meccset, ahol játszottunk nullára, és nem kaptunk gólt, minden meccset nyertünk. Estoy muy feliz por... Elégedett vagyok, hiszen 3-2-re nyertünk. Ez hihetetlenül fontos siker volt most nekünk. Nagyon örülök, hogy góllal és gólpasszal vettem ki a részem a győzelemből, de nem csak nekem, hanem a Honvéd többi játékosának is a 3 pont volt a legfontosabb. Mindegy kilőtte volna a gólokat, a lényeg a győzelem volt. Nagyon mély volt a pálya talaja, nehezebben tudtunk támadni, a műfi után elég szokatlan volt, meg is fogta a csapatot, hogy nehezebben tudtunk mozogni rajta. De nyertünk, és most ennek kell örülnünk. Nehéz mérkőzés volt, nem gondoltam volna, hogy 2 rugott góllal nem tudunk pontot szerezni. Sajnos a 10 után egy kicsit meg voltunk fogva, utána volt egy jó eltalált lövés, 3-1, én úgy érzem, hogy 3-1-nél kezdtünk úgy játszani, ahogy kellett volna az egész meccsen. De miért? Nem tudom, ugyan bátrabban kezdtünk el támadni, bejött a Zamosni Balázs mellém, szerintem támadólag léptünk fel két csatára. Én azt mondom, akkor voltak helyzeteink, a végén még pontot is menthetünk volna, sajnos nem így alakult. Rúgtál már ilyen szép gólt? Jobb lábbal biztos, hogy nem, de ballal szerintem volt már ilyen, hogy ilyen jól eltaláltam a labdát. Hollander beállása azért sokat gyorsított a csapat szélén. Hát igen, úgy érzem én is, hogy a Bona kiáltotta magából, ami volt benne, első félre nagyon hasznos volt, utána kicsit elkezdett fárni, ezt látta a mester is, úgyhogy jó döntés volt behozni a Filipet, hiszen egy gyors játékos, és hát látszik, hogy tudod dobni a csapatunk. Szerintem voltak olyan periódusok, amikor nem rátszottuk annyira jól, de azt kell mondani, hogy pálya nem volt a igazi, és nagyon mélyes volt, és nem tudtunk játszani ezt a játékot, amit akartunk. De most Kaposvár ellen mindenképpen kell nyerni, ezt 3 pont nem tudom hogyan, de meg kell szeretni. A szünetben Marco Rossi nagyobb koncentrációt kér tőlünk, mert egyszerűen nem lehet gólt kapni a vége előtt 5 perccel, sőt gólt kapni sem szabad. Az egész mérkőzésen az az érzés volt bennem, hogy nyerni fogunk. 3-1-nél talán kicsit bele is nyugodtunk, de mondom, a lényeg a 3 pont. Amit az edzőmeccsekin is próbáltunk, biztos stabil védekezés, abból rövid passzos játékot szélekre kiúzni. Első fél időben szerintem úgy nagyjából nem volt gond, egy-egy volt a szünet. A másik fél időben a 11-es azért az megfogta a csapatot, utána jött egyből nem sokára rá a harmadik gól, úgyhogy ez a két momentum azért döntően befolyásolta a meccs kimenetelét. Mennyire volt az szokatlan, hogy most nem Balajc a Szabolcs irányított hátulról? Hát szokatlan volt, hiszen a Szabi végig védte az egész, ami ott itt van Újpesten. Ez edzői döntés volt, ez nem nekem kell elmagyaráznom ezt a döntést, fura volt, hogy nem ő áll a kapuba.